képzeljétek, ma reggel ébresztő óra nélkül ébredtem fel, és időben. Most tudni kell, hogy az ilyen ébresztő óra nem beállítások, ezek nagyon veszélyesek, legalábbis a számomra. Az én biológiai órám ugyanis nem mindig úgy működik. Tehát mondjuk azt, hogy egy kicsit késik, vagy inkább nagyon késik. A lényeg az, hogy mikor felébredtem ma, akkor volt egy olyan picike kis gondolat az agyamba, hogy a mai edzést le kéne mondani. Most az a helyzet, hogy nagy a szerencsém, mivel hogy az edzéseket 2 órával az edzési időpont előtt kell lemondani. A másik dolog meg ilyenkor kell erősnek lenni lélekben, hogy az ilyen gondolatokat nagyon gyorsan elhesegesd, illetve nem odafigyelj, ne figyelj oda rájuk, mert hogyha engedsz ezeknek a gondolatoknak, akkor van az, hogy megszakítasz egy szokást, vagy nem csinálsz meg valami olyasmit, amit meg kellene, hogy csinálj, hogy előrébb juss egy lépcsőfokkal az életbe, vagy bármilyen területen. Nem bántam meg egyáltalán, hogy elmentem az órára, egyébként soha nem bánom meg, hogy járok edzeni, mert utána mindig egy ilyen jó érzés tölt el. Oké, induljon a nap egy gyors tusolással. Mindenkinek jó étvágyat kívánok a reggelihez. Nekem ez a reggeli. Úton vagyok a textil áruboltba, mert vennem kell fekete anyagot. Körülbelül egy 2 métert, amit majd mutatok, hogy mire fogok használni. Abba a boltba fogok bemenni oda. Megvan az anyag, hát gyerekek, nem egy gyógyszó dolog ez az anyagvásárlás. Nem gondoltam volna, hogy ilyen... Na de mindegy, megvan, egyszer kell megvenni, aztán szerintem 200 évig elég. Fú, de mekkora gané van itt az irodába. Kezdjük egy kis takarítással a hetet. Úton vagyok haza, mert le kell vigyem Évieket a Marospartra. Babaaltatás lesz. Ők ketten itt újak. Ki van itt? Itt van apa. Itt van apa. Hogy vagy? Látod, hogy ilyen jól vagyok, mondjad. Látom. Nem rossz alkotásokat? Ez a csoda levesem. Oké, kezdjünk neki. Gyorsan visszajöttem ide az irodába. A következő munkafolyamathoz szükségem van egy... Ezeket a fekete kis zsugor matyikat rá kell zsugorítanom a kábelekre, hogy ne jöjjenek szét. Ezzel megvónánk. Annyit kell csinálni még, hogy a felmosópálcákat le kell vágni méretre. Méretre vágom most a felmosópálcákat. Sikerült felszerelnem ezt a fekete vásznat a keretemre. Ott van. Úgyhogy lassan-lassan el fog készülni. Már csak egy asztalt, vagy egy... Igen, egy asztalt kell szerváljak,
vagy építsek, és ezt az egészet így felhelyezni az asztalra. A holnapi nap egy nagyon fontos mérföldkőhöz érkezik a vlog. A holnapi adásból kiderül, azaz a maiból, illetve nem, hát a holnapiból kiderül, hogy miért is mondom ezt. Köszönöm szépen az időtöket, köszönöm, hogy velem tartottatok. Ha most látod a vlogot legelőször életedben, és úgy gondolod, hogy tetszik, akkor ne felejts el feliratkozni. Iratkozz fel, légy szíves, iratkozz fel, iratkozz fel, iratkozz fel, iratkozz fel. Iratkozz fel! Sziasztok! Drága Isten, arra kérlek, hújjon érten!